Az opera keletkezése. Az opera nagyon összetett színpadi zenei forma, amely egyesíti magában a szöveget, a zenét, a színészi játékot, a jelmezt és a díszletet. Az opera elnevezés az opera in musica in musica fogalmából származik, amely fordításban azt jelenti, hogy megzenésített színmű, vagyis megzenésített színdarab. Ugyanis van egy szövegkönyve, mit olaszul úgy hívunk, hogy libretto, és az van megzenésítve. Az opera előadásában szóló énekesek, kórus és zenekar vesz részt. Az idők során lerövidült ez az elnevezés, és csak operaként hívjuk. Az opera ugyan a 16. század legvégén született meg, az eredete visszanyúlik kb. 1000 évre az ókori Görögországba. Itáliában jött létre konkrétan Firenzében, ahol a 15. század második felében létrejött egy egyesület, a Firenzei Cimerata. Ennek az egyesületnek a tagjai tudósok, írók, költők, festők és muzsikusok voltak, akik rendszeres összejöveteleket tartottak egy gazdag firenzei gróf palotájában, és sokat beszélgettek, vitatkoztak különböző tudományos és művészeti kérdésekről. A firenzei kamaráta leghíresebb tagjai Ottavio Rinuccini, Ottavio Rinuccini költő, Emilio de Cavalieri, Emilio de Föntiem vesző, Cavalieri muzsikus, Giulio Caccini, Giulio Caccini muzsikus, Jacopo Peri, Jacopo Peri muzsikus, és Vincenzo Galilei, Vincenzo Galilei, aki nagyon sokoldalú ember volt, tudós, költő, irodalmár, muzsikus, stb. Egész kamarátának a vezéralakja, ő volt a nagy Galileo Galileinek az édesapja. Ők valamennyien még a reneszánsz és a humanizmus emberei voltak, akik úgy gondolkodtak, hogy az ókori görögök érték el a legnagyobb eredményeket kultúrában, művészetben, civilizációban egyaránt, és azt szerették volna felújítani. Vincenzo Galileinek támadt az az ötlete, hogy fel kellene támasztani az ógörög tragédiát is. 1582-ben Galilei megzenésített egy részletet Dante isteni színjátékának a Pokol című fejezetéből énekhangra, hangszer kísérettel, és azt mondta, hogy hasonló lehetett a görög tragédia is. Galileinek ez a műve elveszett. Az elgondolása nagy érdeklődést keltett a kamaráta tagjai között, és elhatározták mindnyájan, hogy ők is írnak ilyen görög tragédiákat. Azonban, mivel az eltörténetben soha nem ismétlődnek meg a régebbi korok zenei formái, hanem mindig újak és újak jönnek létre, az adott stíluskorszaknak megfelelően, tehát ők sem a görög tragédiát újították fel, hanem nem tudván egy új zenei formát alapoztak meg, nem tudván az operát. 1594-ben Ottavio Rinuccini szövegkönyvére Jacopo Peri megírta az első operát, Daphne címen, amelynek a bemutatója ugyanabban az évben volt Firenzében, nagyon nagy sikerrel. Az olasz közönség nagyon jól fogadta a darabot, és ez arra ösztönözte a kamaráta tagjait, hogy újabb idézőjelbe görög tragédiákat, idézőjelbe zárva, írjanak. A Daphne című operából két részlet maradt fenn. 1600-ban megszületett a következő második opera, a címe Euridike, Euridice, az olasz legenda nyomán, amelynek a szövegét szintén Rinuccini írta, a zenéjét Jacopo Peri írta.
A bemutatója ugyanabban az évben volt Firenzében, 4. Henrik, francia király és Medici Mária esküvője alkalmából. Végül 1600-ban megszületett a harmadik opera, címe Euridiké, az Orpheus nyomán, amelynek a szövegét Rinuccini írta, a zenét Giulio Caccini. Milyenek voltak az első operák? Legelőször is nem hívták őket operának, mert a kamaráta tagjai meg voltak győződve róla, hogy görög tragédiákat írtak. Az opera elnevezés kb. 17. század közepe táján honosodott meg, amikor már nyilvánvaló volt, hogy új zenei formáról van szó. Az első operának a partitúrája nagyon egyszerű, mindössze két sorból állt, a felső sor tartalma az énekes szólamot, az alsó sorban pedig a számozott basszus volt, amelyet néhány hangszer játszott, elbújva a színfalak mögött. Az első operának még nem volt nyitánya, hanem fanfárok jelezték az előadás kezdetét, és akkor megjelent egy énekes, aki leénekelte azokat az egyszerű dallamokat. Az első operák dallama nagyon egyszerű volt, szűk hangterjedelmű, és teljesen alá volt rendelve a szövegnek.